38 évesen is szívesen folytatta volna a játékot az Újpest csatára, de nem folytatja. Igaz, marad az Újpest FC kötelékében. Vendégem Kabát Péter, akivel a fociról és a terveiről beszélgetek. Szevasz Péter! Szia, Gábor. Mondjam azt, hogy becsaptál egy kicsit a legutóbbi beszélgetésünk óta, akkor még arról volt szó, hogy tárgyaltok, már csak pont kerül a végére, és játszani fogsz. Jó, vicceltem természetesen, annak örülünk, hogy maradtál Újpesten. Mi történt? Meséld azért el a kedves nézőknek. Itt már hogy hozzátenném, hogy a Magyar Kupa döntő után, amikor a Fradival játszottunk, utána már leültem a tulajdonosunkat tárgyalni, és akkor már nagyjából körvonalozódott, hogy én mit fogok csinálni. Egy olyan 80%-kal megbeszéltük, hogy valószínűleg nem fogom folytatni, de nagyon szeretnék, hogyha itt maradnék a klubnál. Az, hogy milyen beosztásba, az még nem volt akkor megbeszélve, de úgy nagyjából átbeszéltük itt a történeteket, és utána jött a szünet, elmentünk 3-3,5 hétre, de ebben a szünetben azért még kétszer leültünk beszélgetni vele, és mindegyik megbeszélés pozitív volt, tehát azt éreztem, hogy mindenképpen azt akarják, hogy itt maradjak a klubnál. Éreztem a bizalmat, éreztem azt, hogy számítanak rám. Úgyhogy itt külön meg szeretném köszönni a tulajdonosunknak, Roderick Duchatelnek, meg Gyarmati Eszternek, mert nagyon sokat segített ő is, és ő nélkülük egyértelmű, hogy nem tudtam volna, vagy nem kaphattam volna egy ilyen állást. Egyik szemünk sír, a másik meg nevet, mondhatom a szurkolók nevében is. Nem kerestek meg máshonnan, amikor megkapták a hírt? Mert ugye tudod, hát azt mondják, hogy a focit befejezte, viszont látása, nincs szerződése, azért, mert itt, ugye jól tudom, játékos koordinátor leszel a klubnál. Nem kerestek meg másik NB1-es csapatból, hogy Peti, gyere egy kicsit még? De hogy nem megkerestek, tehát nem is egy helyről, több helyről is, tehát volt lehetőségem, de nagyon sokat töprengtem és meditáltam ezen, hogy mi legyen. Nagyon sok mindenkinek ígértem a véleményét, hiszen egy olyan döntés előtt álltam, egy olyan váltás előtt, ami finoman fogalmazva is egy nagyon nagy dolog. Tehát 30 évig fociztam, egész életemben fociztam, tehát minden nap edzés, pihenés, étkezés, hétvégenként meccs. Tehát egy olyan döntést kellett meghoznom, ami nem volt könnyű. Tehát itt nagyon sok mindenkinek kikértem a véleményét, és 100-ból 100 azt mondta, hogy mindenképpen ezt a döntést kell meghoznom, hiszen itt azért 39 éves leszek az idén, tehát itt már a foci az már nem hosszú távú. Igen, voltak lehetőségeim, de szemágában nem volt más csapathoz elmenni, tehát én Újpestről semmiképp sem akartam elmenni. Mindenképp itt akartam maradni valamilyen formába, vagy játékos, vagy mint valamilyen vezető, és azt néztem, hogy a jövőmmel kapcsolatban, mert hiszen hosszú távra 3 évet írtunk alá, azt éreztem, hogy bíznak bennem, és ez hosszú távra szól. Én úgy éreztem, hogy ez volt a legjobb, még hogyha nagyon is fájt, még fáj is. Fájni fog még egy darabig. Egy darabig, de ez volt a legjobb döntés, amit hozhattam. Azt tudod, hogy kik dörzsölik így a markukat most? Kire gondolsz? Gondolom, itt Újpesten. Hát az öreg fiúk csapat már. Ja, Pipibá szerintem. Én nem rájuk, de Pipibával is már beszéltem. Mondta, hogy keresni fog, de én megmondom most így őszintén, hogy még nem akarok itt öreg fiúkba, hiszen egy 6 hete még a Magyar Kupa döntőn játszottam. Én még azt nem érzem, hogy én öreg fiúkba kéne játszanom. Egyébként azóta nagyon sokan hívtak, tehát klubok, majd meglátom, hogy esetleg hogy máshol alacsonyabb osztályban, hiszen nagyon hiányzik a mozgás, így is azért egy héten 3-szor edzek, majd eldöntöm, hogy milyen osztályban, valamilyen szinten kell, meg hiányzik, tehát én akarok még játszani. Az egészséges levezetést azt azért meg akarod csinálni? Mindenképpen akarok, tehát egy rendszert, mondjuk nagyon sok dolgom lesz szerintem itt a klubnál, be kell tervezni, hogy emellett a munka mellett mennyi időm lesz arra, hogy focizzak. Ezt majd átbeszéljük, átgondolom, és hogy majd kiválasztom, melyik lesz a legjobb. Akkor most nem is mész már a srácokkal az edzőtáborba? Úgy volt, hogy megyek, de végül is nem megyek, hiszen nagyon sok dolgom lesz. Beszéltem Eszterre, úgyhogy szombaton már utánpótlás
utánpótlás ilyen toborzóra megyek, úgyhogy lesz dolgom jövő Le héten van is. fektetve az, hogy a koordinátornak mi lesz a feladata, vagy ez hosszú távú feladatokat kaptál, vagy mindig megbeszéltek hétről hétre, hogy mit kell majd Hát csinálni? úgy nagyjából megbeszéltük, tehát itt gondolunk arra, hogy ilyen kapocs leszek az utánpótlás és a felnőtt az első csapat között, hiszen a vezető, vagy a vezetéssel szakvezetőkkel jó a kapcsolatom. Biztos, hogy mennem kell eseményekre, rendezvényre, ahol az Újpestet kell képviselnem. Ezt megbeszéltük, meg biztos, hogy kell játékosokat nézni, Mint megfigyelő, mint játékos hát megfigyelő. olyasmi, igen, most nem kimondottan az, de biztos, hogy lesz olyan, hogy esetleg ide kell csábítani, és leülni vele, megbeszélni, ilyen feladataim is lesznek. Nagy váltás az életedbe, az biztos. Nem biztos, hogy több szabadidőd lesz. Ez így van. Ebbe belegondoltál? Ebben még nem, de azóta, amióta ez kiderült, tehát itt egy olyan, ja, közel egy hete derült ez ki, ja, pontosan egy hete, nagyon sokan hívnak, nagyon sokan keresnek, hiszen sok helyen megjelent ez, hogy én abban hagytam a focit, és már olyanok hívtak, hogy játékosok, edzők, hogy nem tudnék segíteni nekik ide Újpestre, idehozni őket, vagy beszéljek a vezető edzővel esetleg, hogy próbajáték. Tehát nagyon sokan olyanok is, akikre nem gondoltam volna, de szerintem ez még több lesz, ahogy te is mondtad, így idővel. Vigyevics mestertől elbúcsúztál, nem búcsúztál, srácoktól elbúcsúztál, nem búcsúztál, hát hiszen úgyis ott vagytok egy öltözőbe, egy épületbe. Mit mondtak a fiúk? Hát azért akikkel nagyon jobban vagyok a csapatban, és közel állnak hozzám, ők már nagyjából tudták, hiszen itt az első edzésen se vetkőztem én már le, csak néztem kívülről, akkor én már tudtam 100%-ra, amikor elkezdődött az alapozás, hogy ezt fogom csinálni. Egy pár ember a csapatból tudta, hát ők is így meghatottak és bíztattak. Azóta is megjelent egy-két médiába, tévébe volt nyilatkozatom, és utána nagyon sokan felhívtak, és mondták, hogy megkönnyeztek. Itt a szüleim is, hát tehát szüleim nagyon örültek, a párom nagyon örült, a barátaim, menedzserem nagyon örült, hiszen tudják, hogy ez a legjobb Döntés. döntés, de viszont így azért nagy váltás. Tehát én mindig a pályán láttak. Sajnos az időt nem tudjuk megállítani, és ezt el kellett fogadnom, hogy eljött az az idő, vagy eljött ez az idő, hogy befejezzem a profi karrieremet. Játszunk egy picit az idővel. Megvan a biztos helyed, segíteni fogsz a Liláknak. Mi lett volna, ha azt mondják, hogy te Peti, próbáljunk ki még egy szezont? Hát mármint Újpesten? Aha. Akkor mindenképpen szerintem belementem volna. Azzal együtt, hogy hosszú sérülés volt meg. A sérülés már múlté, tehát az a múlté. Teljesen? Igen, ebbe a fél évben azért tudtam rendesen edzeni, nem hagytam ki edzést. Amikor berakott a mester, akkor próbáltam bizonyítani. Akkor még biztos elgondolkodtam volna, hogyha erről lett volna szó. De így alakult. Nem azért frosszízni akartalak, csak... Igen, tudom, hogy miért kérdezted, de így alakult. Más csapatba semmiképp se akartam menni, hiszen annak nem lett volna értelme, úgyhogy ezt a döntést kellett meghoznom. Mint kapocs a játékosok az utánpótlás és a csapat között, ajánlhatsz te majd valakit? Ez benne van a megbeszélésbe, a szerződésedbe, a mester felé, vagy a klub felé? Tehát, szerintem hogy biztos. Ha ők nem is, de te mondod, hogy figyeljetek ide, van itt egy görbelábú gyerek, azt nézzük már meg. Persze, már beszéltem azóta a mesterrel, mondtam neki játékosokat, úgyhogy kérte is ezt. Nagyon tehát, jó. Hogy mondta, hogyha esetleg tudok olyan játékosokat, akiket én szívesen ajánlanék. Tehát azért én világéletemben a fociba voltam, tehát azért Magyarországon ismerek mindenkit. Itt az utánpótlást azért át kell néznem, megismernem, hogy kik azok a fiatal játékosok, tehetségek, akiket esetleg ide lehetne hozni Újpestre. Meg akik itt vannak Újpesten, most is vannak tehetséges fiatalok az első csapatba, akik mennek Ausztriába, úgyhogy bizonyíthatnak. És külön kérte így visszatérve a vezetőedző, hogyha tudok olyan játékost, akkor szívesen
meghallgatja, és hogyha esetleg olyan megnézik, akkor hogy ide lehetne hozni. Milyen lesz az Újpest? Most már vezetőként, ugye? Most azért a másik oldalon vagy, nincs mese. Másik oldalon vagyok, ez így van. Kívülről nézem a dolgokat. Nagyon sok a sérült, nagyon sok akinek lejárt, és vannak, akik elmentek. Voltak távozók, tehát itt a Harris, a Kylian Hazard azért hosszú hónapokig nem állhat a csapat rendelkezésére, tehát tehát elmentek eléggé megtizedelt a csapat, de a stabil maga azért nagyjából együtt maradt, de viszont beszélgettünk itt a szakmai stábban, úgyhogy mindenképpen kell igazolni játékosokat, de hát ez a tulajdonos úrnak az elsődleges célja. Biztos, hogy fognak érkezni, hiszen ráfér a csapatra. Pont ezt beszéltem a vezetőedzőnkkel, hogy mindenképpen, vagy kérdeztem tőle, hogy milyen posztra kéne játékos, és akkor mondta, hogy minden posztra. Tehát biztos, hogy lesznek érkezők. Az nagyon jó, mert most már azzal együtt, hogy egy picit elrontottátok a végét, még mondhatom, a bajnokság végét, a kupába ugye döntőt játszottatok, az már nem sokon múlt, hogy melyik csapat nyeri. Én azt gondolom, hogy a szurkolók most már nem arra kíváncsiak, hogy hogyan bukdácsol az Újpest, hanem arra, hogy hogyan játszik majd az Újpest. Ehhez játékosok kellenek, ez persze a vezetőség, a tulajdonosnak a dolga, de azt elmondhatjuk, megígérhetjük a szurkolóknak, hogy Kabát Peti segédletével, de Kabát Péter nélkül azért az Újpest ott folytatja, ahol idén abba hagyta? Vagy egy kicsit jobban? Hát az a cél, tehát itt most ígérgetni itt a bajnokság előtt, úgyhogy még azért van 4 hét, tehát az egy elég hosszú időszak. Biztos, hogy lesznek érkezők, mondom még egyszer, tehát kell játékos, hiszen nem vagyunk olyan sokan, de így ígérni, hogy milyen pozícióban fogunk végezni a bajnokságban, vagy hányadik helyen. Az nem, most azt nem kérdeztem. Tehát ez most itt az korai lenne, tehát ezt nem is szeretném így megtenni, de hát az a cél, hogy minél erősebb és jobb Újpest legyen egyértelmű a pályán. Tényleg, ahogy mondtad, a bajnokság végét elszúrtuk, hiszen 16-ok lettünk, de az a cél, hogy azon az úton, amit elkezdtünk, és mondjuk tavaly ősszel, ahol végeztünk második helyen, hát azt persze meg kell célozni, de ahhoz játékosok kellene. Lesznek játékosok? Biztos vagyok benne. Hát lesznek, de nem mindegy milyen. Igen, hát ez valóban nem mindegy, hogy milyen alapanyagból főzzük a húslevest. Pontosan. Én nem is akarom fájtítani a szívedet, bár egy kérdés még itt belém szorul, de azt fel is teszem, mert miért ne tenném föl, hát ismersz, hogy megkérdezek mindent. A sportorvosidat azért megcsinálják, hát ha be kell szállni? Szerintem nem. Szerintem nem, hiszen megállapodtunk, jó. Megállapodás van. Én szerintem ezt a kettőt, vagy nem tudom, hogy lehetne végezni, de nem. Szerintem már nem fogok valóta. Ezt lehet, hogy megkérdezték volna a szurkolók is, ezért tettem fel ezt a kérdést. Nem, már nem fogok játszani, tehát itt biztos, hogy már nem fogok itt ősszel. Akkor most mást játszunk, jó? Jó. EB-be kapcsolatos? EB, hát szerinted mivel? Hát hogy? Azt hittem olimpiával. Hát az olimpia még odébb van, előtte még a magyarok megnyerik az EB-t, hát mit szórakozol? Tehát itt azt mondtad nekem, emlékszem, amikor egy hónappal ezelőtt itt voltál, hogy az osztrákoktól nem fogunk kikapni. Hát, mit mondjak, nem jó-jós voltál, hanem megmondtad. De azért én azt gondolom, itt látva a mezőnyt, illetve a saját csoportunkat, hát itt most az izlandi meccs, és nyugodtan beszélhetünk róla, mert hiszen az a kedves nézők tudják, hogy ez pénteken van első adás, és szombaton van az izlandi meccs. Jó lesz ez megnézni, hogy előtte mit mondtál, és jó lesz visszahallgatni majd az izlandi meccs után, hogy na, mit mondott a mérkőzés előtt Kabát Péter. Igen, így visszatérve az osztrák meccsre, én azt éreztem a csapaton, hogy nem fog kikapni. Én itt azt hiszem, azt mondtam neked, hogy legrosszabb esetben döntetlen lesz. Mindenki itt mondta, vagy nagyon sokan, hogy ez az osztrák csapat fú, de erős, és hogy biztos, hogy szétszednek, én nem így éreztem. És hála Istennek nem is a döntetlen lett, hanem megnyertük az első mérkőzésünket az EB-n. Óriási volt, tehát az a nézők, akik kim voltak a helyszínen, és
a Szalai Ádám meg a Stíbel Zoli, és oda rúgta a gólt, ahol a kapu mögött álltak, és oda rohantak, ez fantasztikus, tehát felállt a szőr a kezemen meg mindenhol, úgyhogy nagyon-nagyon jó kezdtünk. Én azt mondom, hogy Izland erő, tehát szerintem nehezebb mérkőzés lesz, mint az osztrák meccs, de ahogy mondtam neked itt az adás előtt, hogy tőlük se fogunk kikapni, én szerintem legrosszabb esetben X lesz, és ha egy pontot szerzünk, akkor biztos, hogy tovább mentünk a csoportba. 4 ponttal akár csoport második is lehet a gárda. Én még azt mondom, hogyha esetleg itt a legrosszabb esetben mind a két mérkőzésen kikapunk, szerintem akkor is tovább megyünk. Igen, de ezt ne, erről ne beszéljünk, a vereségről. Beszéljünk arról, hogy 4 pont legalább, de elnézve az erőviszonyokat, 4 ponttal akár még csoport második is lehet. Szerintem is. Itt még lesznek körbeverések. Igen. 1-1 lett a Portugál-Izland meccs. Hogyha mi 1 pontot szerzünk az Izland ellen, ott a Portugál-Osztrákon, ott valamelyik csapat biztos, hogy fel fogja tenni, vagy mind a két csapat. Az nem lesz X. Nem lesz X, ott valaki ki fog kapni, és akkor már jók vagyunk. Ki az a, melyik az a csapat? Beszéljünk a továbbjutásról. Amelyikkel ugye nagyjából tudjuk a sorsolást, hogy hova juthatunk. Azt hiszem, az olasz csoportból kapunk, hogyha én úgy tudom, de nem vagyok benne ez biztos. De ott már teljesen mindegy, én azt gondolom, hogy ott már valószínűleg gyenge ellenfél nincs. Hát az egész EB-n, tehát nincsen gyenge ellenfél. Itt még azt mondom, hogy az albánok is tegnap lehetett látni, hogy a franciáknak megnehezítették a dolgukat. Én az északír meccset néztem, vagy hát majdnem minden meccset néztem, itt az északírek annyira nem tetszettek, talán ők, akik kilógnak picit, egy kicsit. Igen, a többi csapat, vagy hát majd mindegyik csapat azért nagyon keményen is oda teszi magát, de ez egyértelmű, ez a minimum, hogy mindenki 100%-ot nyújtson. A kérdésed az az volt, hogy... Hogy milyen csapat ellen lenne jó játszanunk mondjuk a 8 közé jutásért? Én úgy tudom, hogy hogy az olasz csoportból fogunk valakit kapni, attól függ, hogy hol végzünk. Ott vannak a belgák, Olaszország, Belgium, és azt hiszem Svédország, Írország. Tehát azért nem lenne jó, hogy egy olasz vagy egy belgát kapnánk. Én szerintem azokat jó lenne elkerülni, de viszont ott az a másik két csapat, tehát a svéd vagy ír. Ott én azt mondom, hogy ott még esélyünk is lenne, hogy tovább jussunk, ami óriási szó lenne, már az nagy szó, hogy kim vagyunk, nem hogy tovább jutott, tovább lépnénk a csoportból, és még onnan. Tehát ott miért ne lehetne esélyünk? Miért? Hát a mutatott játék alapján szerintem lehet olaszokat esélyünk. Ne kapjuk meg a belgákat. Ha így néztük a mezőnyt, sokan azt mondják, én nem értek velük egyet, hogy hát ők nem is nézik a csoport mérkőzéseket, mert ugye itt számolgatnak csapatok meg, majd, hogy jutunk tovább, vagy hogy nem jutunk tovább. Én ezzel nem értek egyet, mert ugye egy hónapig tart ez az Európa-bajnokság, és hát azt bárkivel lemerem fogadni, hogy minél tovább játszanak, annál jobb formába kerülnek a csapatok. Persze. Nem fognak elfáradni. Persze. Ebből adódik a kérdés, hogy ki jut a 4 közé? Tehát most a látottak alapján amennyit már láttál, mert ugye most már mindenki játszott. Mindenképpen a házigazdák, tehát a franciák, Németország, olasz-spanyol. Olasz-spanyol. Én Angliának szurkolok, persze a magyarokon kívül. Az egy érdekes meccs lesz ám, ugye a mai mérkőzés, ugye egy angol már Wales, a mai mérkőzés a csütörtököt jelenti, ez a Wales-Anglia, ez egy érdekes mérkőzés érdekes lesz. Érdekes meccs, Angliának nyerni kéne, hogy tovább jusson, nekik szurkolok, tehát mondom Magyarországon kívül Angliának. Jó lenne, ha bekerülnének a 4-be, de ott már azért már kemény lesz, tehát vannak jó csapatok. Tehát itt az ukránokat is néztem a németek ellen, és első fél időben parádéssal játszottak, ott vannak a horvátok. A szlovákokat ne felejtsük el. A szlovákok hát úgy néz ki, hogy tovább mennek, tehát azért vannak nagyon jó csapatok. És remélem, hogy az Újpest is nagyon jó csapat lesz, most már a te irányításoddal, a te segítségeddel is. Peti, köszönöm, hogy itt voltál. Azt sajnálom, hogy nem foglak többet szidni a pályán, vagy nem fognak dicsérni a pályán, de azt megígérhetem, hogy fogunk még beszélgetni, mert hiszen most már másról is tudunk majd beszélni, nem csak arról, hogy hogy játszott a csapat. Rendben. Nagyon szépen köszönöm, én hogy itt voltál. Én is köszönöm szépen. A
sok munka meghozta az eredményeket. Az UTE utánpótlás labdarúgói több korosztályban is aranyérmet vehettek át a szezon végeztével. A sikerekről és a tervekről is beszélgetek vendégeimmel, Simek Péterrel és Györök Tamással. Szervusztok! Első mondat, első szó, gratuláció! El lehet azt mondani, hogy jó alapokon áll az újpesti labdarúgás? Én is üdvözlök mindenkit. Mindenféleképpen el lehet mondani. Nem véletlen, hogy ilyen eredményeket értünk el. Nagyon sokat tettünk érte ez alatt az egy év alatt. Sokat dolgoztunk mindkét korosztályban, és hozzáteszem azt, hogy nem csak a felsőbb korosztályokban, hanem a alsó korosztályokban is, és ezzel a óvodai focit is ide értem. Uh-huh. Tehát már onnan lehet majd lehet meríteni a 10 évesek közé, 12 évesek közé, vagy 8 évesek közé ezek szerint. Hogyan történik a kiválasztás? Ott egészen lent, aztán majd beszélünk a csapatokról is természetesen. Igen, a kiválasztásnak én azt gondolom, hogy óriási szerepe van a futballban, és itt Újpesten egyébként ez jól működik, a scout rendszerünk egész jól kezd kialakulni, és ugye a legfontosabb az, hogy minél kisebb korosztályoktól már megfelelő minőségi játékosokat tudjunk leigazolni a klubba, és nagyon jó kis korosztályú edzőink vannak, ami nekünk a helyzetünket megkönnyíti, mert hogyha felkerülnek a felsőbb korosztályokba, és jó képzés folyik kis korosztályba, akkor nyilván könnyebb velük dolgozni, és hát ez történt idén is. Érdekes, amit mondasz, valamikor néhány nappal ezelőtt hallottam Csányi Sándornak egy nyilatkozatát, a Labdarúgó Szövetség elnökének a nyilatkozatát, és mondta, hogy most már a legfelsőbb szinten megvannak azok az emberek, akikre támaszkodni lehet, a csapat úgy, ahogy működik, előbb-utóbb jó lesz a magyar első osztály is, de hiányoznak a nagyon képzett magyar edzők. Erről mi a véleményetek? Hát nekem megvan a véleményem erről. Én azt mondom, hogy most az utóbbi időszakban egyre jobb és egyre képzettebb edzők, magyar edzők vannak. Ebbe biztos vagyok. Már csak ha magunkból indulok ki, akkor is tudom, hogy mennyi továbbképzésre járunk, folyamatosan végezzük az AB licenszeket, és már a nemzetközi szinthez képest is azt mondom, hogy látjuk az utat. Ami még fontos, és azt megemlíteném, hogy a felső régiókban én úgy érzem, hogy egyre jobban kezd kialakulni, meg nagy pénzt fektetett bele a kormány, hogy tényleg minőség legyen, és szerintem ez majd hozza magával a minőséget is, viszont az alsóbb szinteken is el kell majd azt érnünk, mivel hogy nem tudsz, tehát mi még 14 éves kor fölött már csak x százalékot tudunk hozzátenni a gyerekekhez, tehát igazából 7 és 14 éves kor között dőlnek el a dolgok. Tehát az alapokat kell nagyon megépíteni, és utána nekünk sokkal könnyebb dolgunk lesz, meg utána majd a felnőtt edzőknek is. Ahogy mondják, hogy a felnőtt edzőnek már nem kell megtanítani fotbalozni a játékosokat, mert ott már elég nagy baj van, hogyha azt mondja, hogy fiam, így kell levenni a labdát, meg úgy kell vezetni. Pontosan, pont erről sokszor beszélgettünk edző kollégákkal, hogy a mi esetünkben, amikor mi futballisták voltunk és elértünk ugye az NB1-es szintre, vagy akár a válogatott szintre is, és így visszatekintünk az időben, azért óriási fejlődésen ment át az edzői társadalom utánpótlás szinten is, én azt gondolom, mert ha minket mi az... Én úgy látom, hogy ha minket úgy megtanítottak volna focizni, meg úgy képeztek volna, ahogy most képzünk adott esetben Újpesten is, akkor én biztos vagyok benne, hogy még sokkal jobb labdarúgók válhattak volna akár belőlünk is. Én nem vagyok régóta az edzői szakmában, nem régen hagytam abba a futballt 3 éve, és azóta tevékenykedem edzőként, és próbálom építeni az edzői karrieremet is, hasonlóképpen, mint a futball karrieremet. De látom azt, hogy nagyon komoly szakmai munka folyik itt Újpesten, és van kitől megtanulni ezt a szakmát, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez az alapja mindennek. Te Tomi, az, ahogy a Péter mondta, hogy 3 éve tette le a lantot, akasztotta szögre a cipőjét, és edző lett. Én azt gondolom, hogy az előrelépéshez ez nagyon szükséges, hogy az éppen abba hagyó játékosok, akik még ismerik a mostani játékot, átadják a tudásukat az utódoknak. Tehát én most nem az idősebb edzőket akarom simfölni, mert miért, de az szerintem ez a követendő példa, hogy fiatal edzőket kell bevonni a munkába. Hát mindenféleképpen
Én is ezen a véleményen vagyok, attól függetlenül nagyon nehéz dolog volt az elmúlt kor edzőinek, én már csak magamat is tudom, mivel hogy minket nem tanítottak futballozni. Tehát azért nekünk nagyon komoly hiányosságaink voltak annó taktikailag a mostani szinthez képest, amit már mi tanítunk, tehát nagyon komoly hiányosságai. Attól függetlenül egyéniségekben én úgy érzem, hogy lehet, hogy mi jobbak voltunk, viszont fociba és taktikai tudásba és fizikálisan szerintem mostanak sokkal jobbak. Mondtátok azt, hogy rengeteg továbbképzésen vagytok, és hát különböző licenszeket végeztek. Felmerül a kérdés azt, hogy ahol tanultok, ahol a továbbképzés folyik, ott milyen elvek alapján folyik a tanítás? Nyugati, nagy csapatok, vagy... Tehát azért kérdezem, mert nem tudom. Abszolút változó. Ezt, hogy mindenki értse, ez úgy működik, hogy megvannak különböző licenszek, CBA és Pro licenszet lehet szerezni, és az A-nak még van egy továbbfejlesztett változata is, és ahhoz, hogy ezeket a licenszeket mindig 3 évre adják, és 3 évenként meg kell hosszabbítani. Ezeknek a licensz meghosszabbításoknak a feltétele az az, hogy kreditpontokat kell gyűjteni, és ezeket a kreditpontokat ezeken a edzői, nagy edzői konferenciákon lehet összegyűjteni, amit az MLS egy évben 10 alkalommal vagy 8 alkalommal ír ki, és ezeken a kreditpontgyűjtő konferenciákon vagy edzői továbbképzéseken több nemzet labdarúgását képviselik, tehát volt úgy, hogy a holland Ajax-tól volt itt bemutató, és volt olyan, hogy Olaszországból volt olyan, hogy Spanyolországból volt, a Real Madridtól, tehát igazából én azt gondolom, hogy ami jó, hogy nem csak egyféle modellt próbálunk követni, hanem igazából a világ vezető labdarúgó társadalmi, ma itt próbáljuk, tőlük próbálunk tanulni. Ellesni dolgokat és tanulni. Ami még fontos, tehát maga a UEFA licenszek ezek, tehát maga az UEFA az egy egységesített képzés. Tehát maga az anyag is egy egységesített anyag. Attól függetlenül meg ezek a továbbképzések arról szólnak, hogy igenis ismerd meg a többi futballkultúrát is, hogy mik azok. Most már nincsenek a titkolózások ezek. Nincs. És a többibe is mindenkinek, attól függetlenül, hogy egység is, tehát attól függetlenül mindenkinek van stílusa. Tehát ugyanúgy van az olasznak is, van az angolnak is, ebből kiveszi mindenki. De maga a képzés, meg a képzési anyag, az egy egységesített UEFA anyag. A magyar stílus, mint olyan, tehát a magyar labdarúgás, akár a gyerekektől a felnőttekig, melyik vezető nagy hatalmat figyeli, és melyiket követi? Ezt ki lehet ilyet jelenteni? Nehéz. Melyik áll a legközelebb a magyarokhoz? Én azt gondolom, hogy spanyol. Mi itt a Fórián Zsoltán nagyon jó. Én ugye, mint tanulóedző, nagyon-nagyon jó véleményem van a Zsoltra, és úgy látom, hogy nagyon sokat tudok tőle tanulni. És ő egyértelműen a spanyol stílust képviseli. És kijavítalak, várjál, tehát mi nem leutánozzuk a spanyol stílust, hanem átvesszük, tehát mi hozzánk egyértelmű, hogy azok a népek állnak közelebb, nem a szlávok vagy a jugoszlávok, még annó, ha lehet ilyenről beszélni, akik inkább a mentalitásuknak köszönhető, hanem mi inkább a spanyolhoz állunk közelebb. Fizikálisan se vagyunk annyira magas szinten, tehát inkább a gondolkodásban és a technikába tudjuk felvenni a versenyt, a és ezt kéne. A játékosság az megmarad, van, ugye? Ezt lehet mondani, hogy egyértelmű, azt kell valahogy egyértelmű fejleszteni. Milyen a mai magyar utánpótlás anyag? Aztán utána beszélünk az Újpestről is természetesen. Tehát ti azért ott vagytok test közelbe, ti látjátok. Nekem az a véleményem, hogy egyre jobb lesz. Tehát az, hogy most a Nagy Ádám és a Kleinhensner ki tudta magát nőni, és most az elmúlt egy-két évben jött egy vagy két ilyen játékos. Nekem meggyőződésem, hogy az elmúlt években minden klubnál lesz egy vagy két ilyen játékos. Ebben biztos vagyok. Ez most utánpótlás munkáját dicséri? Meg minden, tehát az egész rendszernek, mert azért tudjuk, hogy nem tudtak volna volt futballistákat így beintegrálni az edzői szakmába, mert rég ez nem volt jellemző, mert még a szülő is edző volt, meg a portás is edző volt, mert mondjuk 10.000 forintért, azt mondom, hogy a pénzért edzősködsz, de nem tudtál bele annyi energiát. Nem tudtál bele annyi energiát. Akármennyit keresed, bemész a közértbe, neked is meg kell venni a zsemlét. Így van, és nem tudtál bele annyi energiát tenni, és nem tudták a volt futballistákat olyan szinten behozni a rendszerbe, ahogy kellett volna. De visszatérve, hogy milyen az utána
utánpótlás. Én nekem meggyőződésem, hogy egyre jobb. Tehát egyre jobb futballisták vannak, most is már jönnek ki egy-egy, és ahogy visszanézek az alsóbb korosztályokba, és ami itt Újpesten szerintem nagyon-nagyon jó működés, annak meg a Trappergen Árpádék rakták össze ezt az óvodai képzéstől kezdve, és most a Forrián Zsoltnak köszönhetően felügyelet is van rá, és rálátás is van rá, hogy működnek a dolgok, és én visszanéztem például a Polyák Attila csapatát, az U13-as csapat, 12 évesek, tehát ahogy fociznak, tehát öröm rájuk nézni. Hát ezek nagyon örömteli szavak, és most eljutottunk Újpestre. U17. Simek Péter. Mióta viszed őket, Peti? Igen, ezt akartam mondani, hogy Újpesten 2 éve edzősködöm előtt egy alacsonyabb szintű csapatnál voltam. Ott kezdtem el igazából az edzői pályafutásomat, és amikor ide kerültem Újpestre, akkor 2 éve a Györök Tominak és az Árpibának köszönhetően óriási öröm volt ez számra, hiszen azért egy gondolat erejéig visszatérnék itt a profi futballistából való áttérés a civil életre, úgymond nem egy könnyű dolog. Mindenféle tekintetben én azt gondolom, hogy nehéz, és ha ez minél gyorsabban sikerül egy volt játékosnak, akkor az szerencsés. Én szerencsésnek mondhatom magam ebből a szempontból, mert ez a váltás ez viszonylag gyorsan végbe ment és sikerült. Az U14-nél kezdtem a Szél Józsinak a pályaedzőjeként, aztán utána fél év után az akkori olasz szakmai vezető felkért, hogy az U15-ös korosztály, amivel már kieséses rendszer volt, és bent kellett lenni az első 8-ba, vegyem át a csapatot, és próbáljam meg a 8-ba bent tartani. Hát hála Istennek ez sikerült, és 6-ak lettünk, és így bent maradtunk az első osztályba. És ugye tavaly nyáron a Forrián Zsolt lett az új szakmai vezető, és megkaptam tőle az U17-es korosztályt, azokkal a játékosokkal kiegészülve, akiket én úgy gondoltam, hogy az én U16-os korosztályomban fel tudok, igen, hogy annyival jobb. És tulajdonképpen egy ilyen vegyes korosztállyal, tehát a 2000-es és a 99-es korosztállyal vágtunk neki ennek az U17-es másodosztályú bajnokságnak. Ugye sajnálatos módon az előző évben volt egy kiesés itt az U17-tel, és ez magával ragadta a következő év U17-es és U19-es korosztályát MB2-be, de nem gondoltuk azt, hogy lehetetlen küldetés lesz az, hogy a következő évben visszajutunk az MB1-be. És hát úgy gondolom, hogy mind a két korosztály ezt teljesítette. Egy nagyon jó játékos anyagot sikerült kiválasztanunk a Rácz Gyuri kollégámmal tavaly nyáron, és hát a játékosoknak való hozzáállása és az egész éves munkának igazából meglett a gyümölcs, és sikerült megnyernünk a bajnokságot. Tehát megnyertétek a bajnokságot, amit ugye a felkonferálásban elmondtam. Tehát Tamás, U19-es csapat. Majd azért beszélünk az, hogy milyen a viszony a játékosok között és az edző között. De az U19-es csapatban, akárhogy nézzük, már felnőtt emberek futballoznak. Tehát egy 19 éves fiú, az már majdnem férfi. Hogy lehet őket kordában tartani? Hát nagyon kemény. Tehát tény és való, hogy még a Simek Petivel mindig szoktuk beszélni, hogy én egy kicsit azért jobban fogom a gyerekeket. Mivel hogy most kezdett edzősködni, egy kicsit még ilyen nem játékospárti, én is játékospárti vagyok, csak egy kicsit lazább, nem az edzéseken, nem az edzéseken, mert ott azért látom, hogy nagyon kemény. Tehát visszatérve a kérdésedre, tényleg kemény. Tehát pont abban a korban vannak, amikor így a barátok, egy kicsit a közeg, egy kicsit le kell mondani a bulizásról, egy kicsit el kell magad határozni, hogy egyáltalán mit szeretnél csinálni. Tehát azért nem egyszerű, nem egyszerű. De én azt mondom, hogy nagyon-nagyon jó volt tehát a hozzáállásuk a srácoknak, és tényleg lesz egy-két játékos, aki igenis szép jövőt jósolok neki. Mikor döntheti el egy fiatal ember, ugye 17-es, 15, 16, 17 évesek, hogy ő beáll a sodorba, és Isten bizony, Isten atyám, most akkor én labdarúgó akarok lenni. Hát minél előbb eldönti, annál jobb, de egyébként nehéz. Tehát hála jó Istennek, mi azért mind a ketten tudunk, alá tudjuk támasztani példákkal egy-egy olyan negatív dolgot, vagy egy-egy olyan szituációt, amit esetleg ők elkövetnek, vagy esetleg segíteni nekik a mi példánkból kiindulva.
Én azt gondolom, hogy mi mind a ketten, és a Tomi nevében is beszélhetek erről, gyerekkorunkban, óvodáskorunkban eldöntöttük, és áll a Jóistennek, ehhez megfelelő családtámogatást is kaptunk. Én is az édesanyámtól és édesapámtól, meg a testvéremtől is rengeteg támogatást megkaptam ahhoz, hogy futballista legyek, és így el is tudtam dönteni már ezt korán, de mi azért látjuk azt, hogy azért nagyon sok fiatal srácnál a szülői háttér nem biztos, hogy megfelelő. Tudod, miért kérdeztem ezt, hogy mikor dönti el, mert nem biztos, hogy mindig a gyerek a döntőképes. Pontosan. És hogyha a gyerek a döntőképes, akkor is, hát a mai világban már annyi minden más van, ami elviheti a sporttól, direkt nem a labdarúgást mondom, a srácot, hogy megszámlálhatatlan. Szerintem a gyerek eldönti. Nagyon korán, tehát azzal nincsen probléma. Itt a probléma azzal van, hogy mennyire támogatja a család, és mennyire támogatja mennyire a közeg. Mennyire tudja támogatni. Mennyire tudja, és mennyire... Azért én ebbe azt mondom, hogy aki, most újpesti példákat mondjunk, aki akar focizni, abban mindenbe támogat van. Tehát ha valakinek vannak olyan problémái, hogy egyáltalán a 1000 forintos tagdíjat se tudja befizetni, tehát olyan ér, hogy most itt nem fizetett valaki 1000 forintot, vagy ilyenért, senki nem hagyta még abba a futballt, ebbe biztos vagyok. Tehát ebbe tényleg ezt kiemelten kezeljük itt Újpesten, és tényleg ez a Árpibájéknak is egy nagyon nagy, hogy azokat a szociálisan rászoruló gyerekeket, akik igenis tehetségesek, és a pénz miatt ne lennének, ilyen nincsen. Van átjárás a korosztályok között? Mert ugye te említetted azt, hogy ilyen vegyes csapatot kaptál. Tehát az, hogy U17 lejjebb nem játszhat, de följebb. Igen, hát ez pontosan úgy lett, meg egyébként szerintünk ez egy nagyon jó, ahogy az Újpest bajnokságra nevezte a korosztályokat. Pont lett egy U18-as és egy U16-os korosztály is indítva. NB2-ben pontosan azért, tehát volt egy 17-es, annak ugye én voltam, az edzője 19-nek a Tamás, és volt egy 18-os, meg egy 16-os korosztály pontosan azért, hogy akik esetleg ő hozzá nem férnek be, vagy nem tudnak játszani, a játék lehetőséget minden hétvégén tudjuk nekik biztosítani, ezért a 18-ba tudnak játszani. Akik pedig nálam nem tudnak játszani, és 2000-es korosztály, azok pedig a 16-ba, úgyhogy folyamatosan arra törekedtünk, és a kérdésedre válaszolva, igen, van átjárás a korosztályok között, hogy nagyon fontos ebben a korban is, meg általában mindig, hogy ne csak edzésben legyenek a játékosok, hanem megfelelő mérkőzés terhelést is kapjanak, még akkor is, ha esetleg vagy fiatalabbként játszanak ugyanabban a korosztályban, vagy esetleg alacsonyabb korosztályban játszanak, mert a mérkőzésnél fontosabb ebben a korosztályban sincs. Tehát én a legjobb edzés a meccs. Pontosan, és képezni meg nyilván, amit képzünk egész héten, annak annak az apropója a meccs, úgyhogy mindenképpen nagyon fontos volt számunkra, hogy hétvégén meccs terhelést kapjanak a játékosok. Tamás, itt van egy kis segítségem. 30 bajnoki forduló után 152 gól és 63 pont. Rendben van ez a csapat. De itt látok olyanokat, hogy a góllövő lista első helyezettje Deli Mário 45 találattal. Hát mi történt itt, kérem, Újpesten? Hát... Visszatérve most csak így a statisztikára, igen, szerintem nagyon sokat fejlődött a csapat is, és egyénileg is sokat fejlődtünk, már a csapat számokban is sokat fejlődtünk, ugyanannyi gólt rúgtunk, mint össze, viszont több, mint, vagy kevesebb, mint felét kaptuk a tavaszi szezonban. Az nem volt felírva, hogy mennyit kaptatok, azért és, nem tudom. És két x-ünk lett csak tavasszal, tehát még semmi egy vereség se csúszott be, hála Istennek. A góllövő Isten pedig a Mário vezeti, hát... Én bízom a Márióban, hogy első osztályban tud futballozni, mert minden képessége megvan hozzá, viszont azt tudni kell, hogy azért az első osztályban futballozni az nagyon kemény, az nem képesség, nem öröklött dolog, az olyan dolog, hogy megye egybe is tudnak nagyon jó teljesítményt nyújtani, de az első osztályban minden nap kell teljesíteni. Kell. És minden nap. És ahhoz, hogy te jól tudjál teljesíteni, ahhoz úgy kell élni, úgy kell étkezni, úgy kell pihenni, tehát mindennek tökéletesnek kell lennie. Ezek tehát a nagyon fontos dolgok, ez kell mondasz. A gyerekekkel megtanítatni, és erre is neveljük őket a Petivel is, mert mi is így éltünk, és így készültünk, hogy az első osztály az nem arról szól, hogy te első osztályú képességű vagy, az arról szól, hogy mindent első osztályon csinálsz. Ha már a U19-et megpróbáltuk egy picit kivesézni, ti hány pont, hány gól? Fejből megy ez, Péter? 70 pontot szereztünk, úgy tudom. 70 pontot szereztünk, a gólarányunkat nem tudom, mi is rengeteget tudtunk, egy döntetlenünk csúszott be sajnos.
Nem volt könnyű a helyzetünk, mert én azt gondolom, hogy kimagaslóan sokkal jobbak voltunk minőségileg, mint az ellenfeleink. Nem lebecsülve egyébként a másodosztály, de a 8 másodosztály csoport volt, az elég jól szelektálták a csapatokat, és attól függetlenül én azt gondolom, hogy ez a középbé, amiben mi voltunk, az az összes csoport között szinte az egyik legerősebb. Ettől függetlenül mi is, és a 19-es én azt gondolom, hogy bőven a minőségben jobbak voltunk a többieknél. A gólarányt pontosan nem tudom, rengeteg gólt lőttünk, és sajnos tavasszal nekünk a tavasz szezon nem úgy alakult, ahogy kellett volna, hogy ősszel nagyon sok meccs, sőt az összes meccset nagy gól különbségekkel megnyertük, és én úgy láttam, hogy azért a tavasz szezonban mindenki arra próbált készülni, hogy a mi dolgunkat megnehezítse, vagy éppen azzal, hogy nem akartak ellenünk játszani semmit, csak elrontani a mi játékunkat, vagy azzal, hogy minősítetlen pályára vittek rá, minőségű pályára vittek minket rá, és hát ugye egy jó csapatnak nem kedvez egy játszós csapatnak a rossz minőségi pálya, inkább a kevésbé jó csapatoknak. Tehát hiszen rombolni mindig pontosan, könnyebb, mint építkezni. Úgyhogy voltak azért nehézségeink, és éppen ezért a tavasz szezonban több gólt is kaptunk, de és egy döntetlenünk is becsúszott, próbáltam motiválni őket, hogy ne legyen döntetlenünk, vagy ne kapjunk ki. Hát ebből a másodikat sikerült elérnünk, hogy vereség nem csúszott be, viszont egy döntetlen igen. Nem volt könnyű nekünk se, két gólkirályunk is lett, nálunk a Bíró Bence és a Balogh Gyula lettek a gólkirályok, az egyik 2000-es korosztályú srác, a másik 99-es korosztályú, úgyhogy büszke vagyok rájuk nagyon, és mindig azt mondtam, és az évzáró vacsorán is, hogy azért mindig a csapat csinál az edzőből jó edzőt, az edző meg az összes tudását megpróbálja átadni a csapatnak, tehát ebből mindenki profitál, úgyhogy én is azt gondolom személy szerint, és a csapat is ebben az évben rengeteget fejlődött. Mit hoz a jövő, mit hozhat a jövő? Ugye bajnok csapatként följebb került mind a két együttes, és most már talán jó pályákon, és még jobb egy ellenfelekkel kell játszani. Mire számítotok? Mindkettőtöktől kérdezem. Hát a mit hoz a jövő, az mindenféleképpen egy olyan fejlődés van Újpesten, és pont a múltkor két hete volt itt, hazajött Kansasből a Sallói Dániel, aki itt nevelkedett Újpesten, és ő mondta, hogy két éve ment el, és azt mondta, nem ismert itt rá a helyzetre. Új öltözők vannak, konditerem, pályák, tehát a jövő mindenféleképpen infrastruktúra szempontjából fejlődik. És játék? Folyamatosan jobb lesz. És helyezés? És játékban még most se tudjuk igazából, hogy milyen bajnoki rendszerben indulunk, mert az MLS-nek még nincsen konkrétan leosztva, hogy melyik csapat hol indul. Ami pozitív az az, hogy a játékosaink szeretnek itt lenni, ragaszkodnak a UT-hoz, ami nagyon-nagyon pozitív, tehát ez mindenféleképpen az edzőknek is köszönhető, és a szakmai munkának, és az egész szakosztálynak, hogy így alakul, és tényleg nincs olyan játékos, aki azt mondja, hogy fú, el akarok innét menni. És ez mindenféleképpen nagyon-nagyon jó. Ugyanez a kérdés feléd is, bár neked könnyebb dolgod van egy picivel, mert majd itt nekem van még itt egy búcsú témám, tehát mire lehet számítani majd a következő szezonban? Jelen pillanatban ugye azt tudjuk, hogy lesz egy akadémiai 8 csapatos bajnoki rendszer. Az a kiemelt, igen, a kiemelt akadémia, abban mi nem leszünk benne valószínűleg. Igaz, hogy nincsen még leosztva, hogy pontosan nincsenek meg a csapatok, de mi az. De miért nem például? Hát nem tudjuk. Ezt nem tudjuk. Viszont mi úgy számolunk, hogy a 16 csapatos NB1, ami a második vonalat fogja képezni, abban leszünk benne, és én azt gondolom, itt a Zsolttal és a szakmai vezetőnkkel és a klubvezetéssel beszélve nekünk ez jobb lesz, hiszen ez egy sokkal erősebb bajnokság, mint amiben most játszottunk. Itt olyan csapatok lesznek, mint a Videóton, az Alegerszeg, a Nyíregyháza, tehát szinte mindenki NB1-es. Igen, ez egy komoly erőfelmérő lesz jövőre, és a kérdésedre válaszolva, hogy mire lehetünk képesek, én mindenképpen bízom abban, hogy az első 5 hely valamelyikét, ha megcélozzuk, akkor az sikerülni fog. Nyilván a bajnokság megnyerése mindig a cél minden csapatnak, nekünk is, de ha az első 5-ben tudunk végezni, akkor én már boldog leszek. Még egyszer mondom, hogy a versenykiírás hogy lesz, az meg az MLS-en múlik, és mi is várjuk. Itt feltűnt nekem egy mondat, az U19-eseket érinti.
gondolom tőled nem távoznak, nincsenek végzős játékosaid. Nincs. Azt mondja, hogy végzős játékosaitól is elbúcsúzott a csapat. Ez mit jelent, hogy végzős játékos? Hát ez azt jelenti, hogy... Kiöregedett, és már, így van. Már el kell engedni? Így van. Ami szerintem most így a végzősökkel kapcsolatban, most a végzős játékosunk az azt jelenti, hogy az U19-ben a 97-es korosztály volt. Most a 97-es korosztály, amikor vége a bajnokságnak, akkor mennek a felnőtt futballba. Tehát nincs már nekik korosztályok, mert nincs U20-as bajnokságunk, nincs U21-es, ebből a szempontból két évvel. Hiba. Ebből a szempontból én megvizsgáltam. Én elmondhatom, hogy hiba, gondolom. Én is elmondhatom, tehát én is megvizsgáltam volna azt, hogy például két évvel ezelőtt az U21-es bajnokság jó volt-e. Igenis jó volt. Azért volt jó, mert két évet még tudtak U19 fölött itt lenni a játékosaink, és a utánpótláskorú játékosokat, így 21-es vagy 20 évesként simán el tudtuk MB2-es csapatba. És példa rá, hogy egy Márquez, egy Szalánszky, akik 21-ben játszottak, egy Tóth Barna, azok most MB2-ben simán tudnak játszani. De Tamás, te most azt mondod, hogy hiányzik ez, és én szerintem hiányzik, mert azért az tényleg elképzelhetetlen az, hogy valaki 19 évesen idézőjel kiöregszik egy bajnokságból, és akkor utána nem lépcsőt kell lépnie, hanem föl kell ugrani 220 centi magasra, ami lehet, hogy nem mindenkinek így sikerül. Van, és mondhatják a régebbi játékosok... És nincs ennyi hely. Hát ennyi hely egyértelmű. Nincsen. De mondhatják a régebbi játékosok, hogy ők már 17-18 évesen bekerültek, de ritka az olyan, tehát nagyon nagyok az elvárások, nagyok a követelmények, az első osztályban a játékosok száma nagyon lecsökkent, tehát nem olyan könnyű. Tehát egy-egy játékos tud, mint például a Kalmár is, aki egyből az ifiből tud játszani az első csapatban, de ez nagyon ritka. Tehát azért mit látsz a mieink, akiktől el kellett búcsúzni? Gondolom azért kíséritek a további pályafutását. Igen. Merre tudnak menni? Én nagyon ne talán az Újpesti, odafigyelt? Már a Újpest FC-re gondolok. Hát jelen pillanatban én eddig is, tehát az Újpestnek neveltünk játékosokat. Tehát ez egyértelmű volt. És tavaly is felkerült a Sallói Dani, tavaly is a Tóth Patrik felkerült, utána ősszel profi szerződést kapott a Bauer Péter, a Gere Zoltán, és ezeknek nagyon örültünk. Most úgy néz ki, hogy nyáron most ezek között a játékosok között nem fog senki. Viszont a Deli Mário már a Debrecennek felkeltette az érdeklődését, lent volt Debrecenben 3 napot, úgyhogy mindenféleképpen lesz első osztályi játékosunk ő közülük is, és másodosztályban is vannak érdeklődők, tehát szerintem én nagyon örülök neki, hogy ilyen nagy az érdeklődés a játékosaink iránt. Most szemben dicsérlek benneteket, ez a ti munkátokat is minősíti, de ha már itt vagytok, egy jó kívánság és egy kérdés a végére. A jó kívánság az, hogy folytassátok így természetesen, és rengeteg labdarúgot neveljetek, mert ti még nevelitek a srácokat, az egyértelmű. Tehát az utánpótlás neveléssel foglalkozik, az egy nevelő, az egy tanárbácsi. Pontosan. Neveljetek sok jó labdarúgot, ebből akár még az Újpest is és a magyar labdarúgás is profitálhat. De ha már itt vagytok. És ugye ezt a kedves nézők tudják, hogy ez felvételről megy majd az adás, és egy osztrák győzelem, illetve egy izlandi és egy portugál mérkőzés előtt áll a magyar válogatott. Nem kérek számszerű eredményt, 2-3 mondat vélemény a csapatról és a kilátásokról. Kezdjük veled. Kezdem, jó, rendben. Hát mindenféleképpen ez az első győzelem. Én azt mondtam az EB előtt, egyetlen egy kérésem van, ha lehet így az eredményeket, hogy az osztrákokat verjük meg. Valahogy. Nem érdekel, hogy az se érdekel, nem jövünk át a félpályán, az osztrákokat meg akartam mindenféleképpen verni. Úgyhogy én már elértem a célomat, úgy néz ki, hogy valószínűleg a csoportból is tovább tudunk jutni, lehet, hogy 3 ponttal is, lehet, hogy ha még 1 pontot szerzünk, akkor szerintem biztos. Nincsenek elvárásaim, mert tök jó nézni a magyarokat. Én nem láttam soha őket nemzetközi tornán, tehát ez olyan teljesen egy más szituáció, az nekünk is furcsa még. Peti, te pedig elég sokkal játszottál még együtt. Igen. Én csak azt látom, hogy örömmámorban úszik Magyarország itt az osztrák meccs
után. Én még optimistább voltam, én azt mondtam, amikor ezt a csoportbeosztás megvolt, hogy simán tovább fogunk menni ebből a csoportból. Nem lebecsülve egyébként a portugálokat, ugye természetesen nem, de az izlandot se és az osztrákat se, hiszen az osztrák, ha jól tudom, csoport elsőként jutottak ki az EB-re, úgyhogy mindenképpen egy erős nem csapat. Nem is kaptak két gólt a selejtezőbe. Így van. Azért mondom, hogy egy erős csoport, de én látva a magyar válogatottat és látva azt, hogy mennyire egységes a csapat, én biztos vagyok benne, hogy tovább fogunk jutni ebből a csoportból. Nincs jelentősége szerintem, hogy harmadikként vagy másodikként. A magyar labdarúgásnak ez óriási dolog, és az, hogy ott vagyunk az EB-n már az is, és az, hogy az első meccset meg tudtuk nyerni, az már extra, és ha tovább megyünk, akkor az már tényleg egy álom megvalósulása. Ja, és azt meg kell említeni, hogy fönt volt az UTA honlapon is, hogy a két gólszerzőnk, a Stieber is, és a Szalai is Újpest nevelés volt, tehát innét mentek Újpestről külföldre. Ez plusz a habatortán. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Mi is köszönjük. További jó munkát kívánok, és természetesen hajrá Újpest, és hát most még azért hadd mondjuk el, hogy hajrá Magyarország! Köszönjük!